Na sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban. Kerékpár bemutatást sem csináltam még a csatornán, ez is elérkezett. Megnézzük ebben a videóban, hogy egy Kínából érkezett elektromos kerékpár mire képes. Hadd kezdjem a legelején. Igazából lehető legjobbkor jött ez az együttműködési megkeresés, ugyanis ugye most költöztünk ki vidékre. Nyilvánvalóan a lakótelepi lakásban én nagyon sok hasznát nem vettem volna egy ilyen kerékpárnak. Alapból egyébként nem is vagyok nagy kerékpáros, szóval nyilván nem ez a videó lesz a leginformatívabb, leghasznosabb, ugyanis tényleg nagyon régen kerékpároztam utoljára. Megmondom őszintén, ezek az elektromos kerékpárok, amikor bejöttek, amikor elkezdtem hallani róluk, úgy voltam velük, hogy hát amúgy sok értelmük valószínűleg nincsen, mert igazából megfosztják az embert magától a kerékpározástól, tehát hogy oké, van egy kerékpárod, de hogy ilyen lusta emberek kerékpárjának tartottam őket. És valamilyen szinten még ezt most is tartom, persze felhasználás függő. Nekem például tökéletes, mert én amúgy például biciklizni effektíve, tehát így nem az én világom. Szóval baromira hamar elfáradok, nincs hozzá állóképességem, ugye ez nem meglepő. De ugye ezt te tudod nagyon magadnak szabályozni. Ugye ez a bicikli, ez egy Eleglide M1 Plus. Ez a 29-es kerékmérettel rendelkező, tehát a nagyobbik. Legutoljára, amikor csekkoltam a weboldalon, ez már nem volt elérhető, vagy ki van húzva. Most ezt nem tudom, hogy így van-e. Egyébként nagyon sok helyen meg lehet találni ezeket a termékeket, de azért nézzétek meg. A legtöbb ember egyébként, aki ilyen kerékpárt vásárolt már, vagy éppen kapott tesztre, a kisebbik verziót választotta, tehát az a 27 feles. Na most megmondom őszintén, azért választottam a nagyobbat, mert mindkettő M1 Plus. De azért választottam a nagyobbikat, mert egy az, hogy ennek nagyobb a teherbírása is, tehát ez 120 kilóig jó. A kisebbik az 100 kiló. Valamint nem bántam meg egyáltalán a dolgot, de majd erre kitérek pontosan, hogy mire gondolok. Az első dolog, amit nagyon gyorsan szeretnék tisztázni ez a kerékpárra kapcsolatban, hogy ez nem minősül segédmotoros kerékpárnak, ugyanis egy 250 wattos motor hajtja, illetve a végsebessége 25 km/h. Ugye Magyarországon segédmotoros kerékpárnak olyan kettő, avagy háromkerekű jármű számít, aminek a tervezett legnagyobb sebessége 45 km/h, és ugye nálunk az elektromos hajtás számít, aminek a teljesítménye 300 watt és 4 kW közé esik. Úgyhogy ez 250 wattos. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen megspóroljuk a kötelező felelősségbiztosítást ezzel a kerékpárral, ugye segédmotoros kerékpárra már kell kötni. Egyébként nem egy nagy összeg, tehát egyáltalán nem egy nagy dologról van szó, illetve ehhez ugye nem kötelező, bukósak használata sem. Egyébként a 25 km/h azt úgy tényleg tartja, tehát szoftveresen, elméleti szinten, ez nem az én világom, nem akarok belenyúlni, meg lehet tuningolni, hogy 30 km/h is elérhesse a kerékpár. Személyes tapasztalatom alapján ez a 25 km/h bőven elegendő, tehát hogy nekem ez így tényleg az arany középút, az már azért egy tempósabb dolog, de még bőven nem az a tempó, hogy letépje a fejedet, és hogy mit tudom én, bármi nagyobb bajod eshessen. Meg kell ugyanakkor szokni a használatát, mert eleinte lehet vele bénázni rendesen, főleg, hogyha még nem ültél hasonló dolgom. Na most, amire én legjobban kíváncsi voltam, hogy ez hogy néz ki. Ugye, alapvetően háromféle hajtási módot különböztethetünk meg ennél a kerékpárnál. Az egyik az az, a legegyszerűbb, ugye, amit az összes kerékpár tud, hogy te mechanikusan lábbal hajtod, és akkor természetesen nincsen limitje a sebességednek. A második az az, hogyha neked a kerékpár besegít, erre egyébként 5 sebességfokozat áll rendelkezésre, amit a központi, hát ilyen vezérlőn tudsz állítani. Igazából ezzel, amikor állítod, a gyorsulás mértéke nem növekszik, inkább csak, nem is inkább, hanem csak a végsebesség növekszik meg. A harmadik megoldás pedig az, amikor pusztán elektromos hajtás van, és neked nem is kell beletekerni. Na most a legjobb tudomásom szerint, hogyha te megrendelsz egy ilyen kerékpárt, akkor nem kapsz hozzá gázkart. A csomag egyébként hatalmas, tehát egy baromi nagy dobozban érkezik, ami a csomagban van, azok ugye a pedálok, a markolatok, nem tudom, a tárcsafék, van prizma is a csomagban, én azt nem raktam fel, az ülés, ugye így gyakorlatilag az alapok, amiket láttok a kerékpáron, viszont az én csomagomba érkezett ajándékba hozzá, most ezt kaptam egy ilyen kis papírkát, hogy gift, meg nem tudom, nem tudom, hogy ez egyébként másnak is jár-e, vagy külön kell venni hozzá, de egy külön gázkart is tartalmazott az én csomagom, úgyhogy egyből föl is raktam rá, miért ne, hát nyilván ez érdekel engem a legjobban, és igen, működik, tehát lehet használni gyakorlatilag ilyen kis robogószerűségnek is már, ilyen nagyon-nagyon minimál szintű robogónak,
leg lehet úgy mozdítani a kerékpárt, hogy te gyakorlatilag tényleg egy pedál tekerés nem csinálsz, fölnyomod ötösbe, húzod a kart, és akkor jó világ van. Nagyon hasonló egyébként az élmény az elektromos rollerekhez, hogyha olyat már használtatok. Egyedüli dolog, ami már utólag lett felszerelve, az a telefontartó, az sajnos nem érkezett ehhez a modellhez. Úgyhogy ezt én nekem kellett így pótolgatnom. Itt van a komputer, ugye? Nagyjából úgy néz ki az egész sztori, ugye van ez az akku, tehát itt van az aksi. És akkor itt van egy ilyen kis bekapcsoló gomb, amit ugye bekapcsolsz, akkor lesz elérhető hosszú gomb megnyomásával itt fent a komputer. Így. És akkor bejön. És akkor ugye itt a plusz-minusz gombokkal tudjátok a módot föl, vinni 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, ugye ahogy mondtam nektek 5 fokozat van, ugye följebb már nem tudunk menni, kicsit most meg kéne majd húzni még, és akkor visszafele ugyanígy tudod ezt csinálni. A lámpát az alsó gombbal tudod megnyomni, ugye egyszer megnyomod és megjelenik a kis jelző, és akkor hát ezt most hogy mutassam nektek itt ebben a nagy napsütésben, mindegy az ott ég. És akkor van. De mondom, ez egy ennyi konstrukció, tehát, hogy kb. Mint valami kempingbiciklim. Vicces a dolog. Illetve, hogyha hosszan nyomod meg alul, amit most nem fog megtenni, akkor a 6 km per órás sétamód aktiválódik, mert ilyen is van a kerékpárban, és akkor elkezdi magát így gurítani. Hát most megpróbáljuk, vajátok, hosszan nyomom. Megjelent. Hát Skynet! Állj meg! Várjál már! A Skynet! Jaj, ne! Állj, jó! Jaj! Istenem! Öntudatra ébredt a gép! Jézus! Szóval ilyen is van benne ilyen funkció, sétamód. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy sok mi értelme van. Biztos van az a szituáció, amikor úgy már úgy eleged van belőle. Csak azt nem értem ugye, hogyha nincs lemerülve még, tehát tudsz így sétamódot nyomni, akkor miért ne mennél a kerékpárral magával? Jó. Amúgy minden ugyanúgy működik, ugye itt vannak a kábel csatlakozások, igen, ezt meg kell szokni, ugye, hogy egy elektromos kerékpárnál ugye ez itt azért kicsikét ilyen több itt a sztori. Itt én gyorskütözőztem egy keveset, hogy legyen itt normálisan elvezetve nagyjából, de még így is van egy ilyen, hogy ez itt lifeg, úgyhogy azzal majd valamit kezdeni kéne. Abból fakadóan, hogy ott van az aksi, nagyon ilyen kulacs tartót nem tudsz felszerelni, maximum, hogyha létezik olyan, amit ide tudsz felrakni, akkor igen. Sárvédő nem érkezett hozzá egyáltalán, szóval azt ne is keressetek rajta. Shimano váltó van elől-hátul, de ez a szerintem elég régi kategória lehet, vagy nagyon alap lehet jó formán. Úgy szerintem én még láttam már ilyen ilyen váltókat, ilyen nem tudom, 10 éve is már. Szóval, hogy nem, nyilvánvalóan nem azt kell nézni ezen, hogy minél jobb minőséggel legyen felszerelve, mert nem ez a helyzet. Láttam olyan videót például, hogy valakinek az alumínium fék karja, gyakorlatilag valami ütődéstől így ketté tört. Tehát láttam ilyen videót is, nekem ilyesmi még nem történt. Ez azért is van, mert az én felhasználási módom az pofon egyszerű, háztól boltig, bolttól házig kész, köszönöm. Tehát, hogy én valahogy nem indulok el, hopp, egy hatalmas pillangó megtámadta közben a kamerát, én nem indulok el 20-30-40 kilométeres távokra, ezáltal nem is olyan tudtam még letesztelni azt, hogy valójában mi az igazi hatótávja a kerékpárnak, viszont más tesztekből láttam, hogy ez nagyjából hozza ezt a szituációt, meg ugye nálam amúgy is alapból hátrányos helyzetből indulna a bicikli, mert nekem 120 kilót kéne, ugye neki 120 kilót kéne megmozdítania. Egyébként van erre hivatalos teszt is, ezt sajnos nektek én most itt le fogom puskázni, mert nem jegyeztem meg. Szóval a hivatalos teszt az, hogy 100 km rásegítéses módban, manuális módban ugye nincsen limit, illetve hát azt most nem tudom, itt azt nem írja a weboldalon egyébként, hogy tisztán elektromos módban mennyi a hatótáv. Én hallottam olyanokat videókból, hogy 50 km körül, szóval nagyjából ezzel lehet számolni. 75 kg-os terhelés mellett folyamatos 15 km per órás sebességgel, lapos úton, nagy szél nélkül, 26 Celsius fokban. Ezek voltak a körülmények, ahol elvileg ezt tesztelték. Egyébként a 12,5 amperórás 36 voltos 450 wattórás akkumulátor érkezik a biciklihez, ami nagyon kényelmesen leszedhető, érkezett hozzá kulcs is, amivel nem, először azt is azt gondoltam, hogy kettő kulcs jött hozzá, azt gondoltam először, hogy ez úgy néz ki, hogy nekem ezt be kell indítanom, mint egy robogót, vagy valami, nem, egész egyszerűen az arra van, hogy lezárd az aksit, és hogyha ki tudod nyitni még az aksit, le tudod szedni kényelmesen, és be tudod vinni a házba, vagy ahol akarod tölteni. A töltő, az egy ekkora egység amúgy,
kis leddel, semmi extra, igazából izé, és akkor itt van a kábel, cable, és hát nyilván itt jön képbe az, hogy kényelmesebb lenni levenni, és oda felrakni, de igazából tényleg innen beszoktam tolni a bicajt, alapból itt tárolom, és akkor csak így beszoktam dugni. Bedugod, bent van, igazából az érdekes, nem jelzi semmi amúgy, hogy töltődik, tehát ezt így el kell hinnünk, hogy töltődik. De töltődik. Eléggé 0%-ról 100%-ra a gyártó szerint olyan 7 óra alatt tölti fel, tehát azért kell neki idő, míg feltöltődik, ugyanakkor nagyon tartja. Hát tényleg ez emelt a felhasználási mód mellett, amit én használok, az elmúlt egy hónapban, körülbelül egy-másfél hónapja van nálam a kerékpár, nem tudtam még lemeríteni. De még az egyes egységről se tudtam lejjebb rakni, úgyhogy elég jó hatótávval rendelkezhet. Láttam az MH vlognál, hogy ő is kapott egy hasonló elektromos kerékpárt, nem ettől a gyártótól, ő még szét is szedte, csak hogy biztos legyen a tuti, és nála például valami 1-2 amperóra hiányzott az ígértekből. Nem tudom, hogy itt mi a helyzet, én nem fogom szétszedni az aksit, ha nem haragszatok meg, tehát hogy én elhiszem. Én átverhető vagyok, bepalizható vagyok. Amúgy összerakni nem volt egy nagy vasszizdasz, tehát még én is össze tudtam tenni az egészet. Ugyanakkor ki kell hangsúlyoznom, hogy egy kulcsfontosságú alkatrész, hát kulcsfontos, relatíve biztonsági alkatrész, az például hiányzott belőle, úgyhogy azért el kellett mennem külön egy kerékpárboltba, de baromi gyorsan tudtam pótolni, ingyen odaadták egy ilyen, nem is tudom mire, egy alátétszerűségre gondoltok, csavar alátétszerűségre, aminek van egy ilyen kis kampója, és akkor az ott biztosítja azt, hogy nem esik szét az egész keréknél. Úgyhogy ilyen történt. Na most, hogy tetszik a kerékpár? Nagyon. Tehát, hogy főleg azért, mert nekem nincs viszonyítási alapom ahhoz, ugye, hogy milyenek tudnak ezek lenni, mennyire tudnak ezek, vagy milyen kategóriák vannak. Ugye árban azt nézegettem, meg egy csomó helyen hallottam azt, hogy ilyen árban te nem tudsz venni elektromos kerékpárt Magyarországon. Én ma kapásból találtam például a Decathlonnál is ilyesmit. Szóval ilyen is nagy 350 ezer forint környékén, mert ez a kerékpár, ez bizony 300 ezer forint, hát folyton változik az ára nyilvánvalóan, de mondjuk ilyen 300 ezer plusz-minusz 10 ezer forint áron megy folyamatosan ez a kerékpár, és nem tudom, igazából nem tudom azt mondani telibe, hogy ez mindenkinek való, meg hogy tökéletes döntés, de én személy szerint meg vagyok vele elégedve, igazából arra a célra, amire nekem kell, arra még bőven sok is. Tehát tényleg ez a boltba járás, meg nagyon maximum 2-3 kilométeres távokra, de még az sem nagyon van bennem, mert igazából nincsen olyan dolgom még itt a környéken sehol, ahova használnám. Ugyanakkor biztos, hogy például nagyon jól fog jönni, hogyha mondjuk a közeli városba el akarok ugrani, mondjuk szerelőhöz vagy valami, berakom a kocsiba hátra, és akkor haza tudok jönni vele probléma nélkül. Hát ilyenekre szerintem jó, meg nekem nagyon jó, meg egyébként tényleg tök jó, hogy van, pont egyébként kerékpárvásárláson gondolkoztam. Amit észrevettem viszont rajta, hogy ugye található egy teleszkóp elől, villás, teleszkópos villa, talán ez a legjobb kifejezésre. Na most, nekem általában ilyen kerékpárjaim voltak, ilyen setupban, tehát mountain bike-nak mondják ezeket, de azért attól szerintem baromira távol van. Szóval nekem mindig ilyen orvillás, vagy mi a francnak hívják ezt, ilyen villás teleszkópos kerékpárjaim voltak. Ez nagyon hasonlít a legutolsó kerékpáromra, ami ilyesmi volt, az egy Hervisből vásárolható volt, ilyen Balance márkájú. Na, gyakorlatilag, hogyha simán tekerem, ugyanolyan feelinget ad ez is, mint az adott, tehát, hogy nagyon különbséget én nem veszek észre benne. Viszont a teleszkóp elől állítható. Ugye, nyitható, zárható. Hogyha zárod, akkor betonkemény, mintha nem is lenne, hogyha nyitod, akkor pedig rugózik. De nem igazán túl sokat, tehát, hogy nem kell arra gondolni, hogy itt aztán nagyon ki fogja ez rugózni majd a tereptárgyakat, meg a terep egyenlőtlenségeket, de úgyis mi elviszük egy körre, úgyhogy látni fogjátok, hogy miről beszélek. Ide gyakorlatilag ilyen olyan úton jöttem, ami ilyen kövekből áll, hát ezek elég durva relatív egy biciklinek ez a talaj, de ilyen köves úton jöttem. Hát nem volt kellemes, megmondom őszintén. Szóval én azt tudom mondani, gumi, ugye, ahogyha már itt tartunk, gumikra visszatérve, ez a, hát, CSV, vagy valami hasonló márkájú all-terrain abroncsokkal van szerelve gyárilag, ami elvileg ugye a nevéből adódóan nekem azt sugallja, hogy bármilyen terepre megfelelő. Hát szerintem azért nem, tehát én ezt nem nagyon vinném terepre, megmondom őszintén, ide is mondom, fájdalmas volt jönni vele.
De meg tudta oldani, tehát nem estem el, hál' Istennek, de azért lehet, hogy csak az én elszoktam az egésztől, de én nem vinném terepre, én azt mondom, hogy inkább ilyen városi viszonyokba, falusi viszonyokba tökéletes társ lehet szerintem. De mondom, sportolni nagyon durván ilyen hegyekre, meg nem tudom, ne nagyon akarj vele, mert sketchy a dolog. Ahhoz már akkor már inkább olyat tudnék ajánlani, nyilván, ami mondjuk már összteleszkópos, tehát hogyha majd hátul is van, meg mit tudom én mi, biztos azok nagyon jók, sose használtam még olyat, nem csak elektromosban, de úgy sima kerékpárban sem. Bekapcsoljuk a cumót, bekapcsoljuk a kis okosságunkat, tűnés innen? Szöcskefejű. Most felrakom én 5-ösre, mert itt, hát nem lát, lehet, hogy a videó nem adja át, de eléggé emelkedő, komoly emelkedőről beszélünk. És akkor igazából ugye, ha elkezdek csak simán tekerni, akkor nagyjából egy olyan egy másperc után így hallatszódik is, hogy bekapcsol a rendszer, és elkezd tolni előre. De nem mint a barom, hanem ilyen tök okosan, meg ilyen visszafogottan. Na nézzük. És már beindult, és ugye van a gázkar, hogyha én ezt húzom, emelkedő nem szereti anyjaikre, ezt is most vettem észre inkább, hogy az nem annyira tetszik neki az emelkedő. És hát ilyen úton jöttem végig ugye. Hogyha én most ráhúzom a kart, akkor megindulunk. És úgy nem tudom a hang mennyire adja vissza, de azért pattogós. Még egyszer mondom, most nyitva van a teleszkóp. Na, és hát azért úgy fáj. Persze durva az út is. Mindjárt toktolok akkurát. Ja! Jó, kicsit rátekerünk, én akkor szeretek rátekerni. Mert amúgy jó az. Nyilván. És akkor most pusztán elektromosban nézzük a dolgot. Hát azért fölgyorsul, most 16,2 km per órával megyek. Ezért mondom, hogy... Látod, hát... Ilyen jellegű az all terrain kerékpárunk, az all terrain abroncsokkal. Jó, meg vagyok még, élek még. Hála Istennek. Tehát nem érzem biztonságosnak. Amúgy nem lejt meg semmit, tehát nem az van, csak Jézus Mária. Sokan mondják egyébként, hogy a kitámasztója, ami van hátul, a kisebbik modellen útban van. Megmondom őszintén, a nagyobb modellen nekem egyszer nem akadt bele a lábam. Tehát, hogy nekem még tetszik is, hogy nagy kitámasztó van, mert masszív, és legalább jól meg is tartja a kerékpár. Tehát nem ilyen cseszekedős az, hogy le tudod rakni, vagy nem tudod ledönteni. Úgyhogy szerintem az tök jól működik. És akkor itt van az a Boomsley kitámasztó, amit ugye mondtam nektek, hogy sokan nem csípik, de nekem egyáltalán nincs útba, azért is tetszik, hogy Boomsley, mert ilyen tényleg jó, stabilan, látjátok, gyakorlatilag kis túlzással bármilyen ilyen terephelyen le tudod rakni. A fék, ugye, ami kérdéses, ugye elől-hátul tárcsaféket kapott a bicike, viszont állítólag, ezt is hallottam sok helyen, ez inkább csak a paraszvakító jellegű tárcsafék, tehát hogy ez ilyen a leggagyibb tárcsafék, ami létezik a piacon. Nekem, megmondom őszintén, nincs vele problémám, ugyanis tényleg ez a 25 km per óra az még nem olyan nagy tempó, hogy ne tudj belőle megállni. Hogyha már mondjuk nagyobb teljesítmű motor lenne benne, akkor már lehet, hogy azt mondanám, hogy sketchy ez a fék, de igazából olyan nagy különbséget nem veszek észre e között, meg a V-fék között. Nekem mindig is világéletemben V-fékes kerékpárjaim voltak, soha életem nem volt tárcsafékes kerékpárom, és egyébként nagyjából az élmény az ugyanaz, ez nem fog jobban, mint a V-fék fogott valaha nekem. Nyikorog, tehát a fékezésre azért mechanikus hangokat hallani, én nem tudom, mondom, nincsen olyan rengeteg sokat használva nálam a cucc, de én bízok benne, hogy ez majd össze fog kopni. Láttam olyan tesztet, hogy nem kopik össze, tehát ugyanolyan hangja lesz. Fék amúgy, hátsó, első, tehát ez a hang, amit mondtam. Hát igen. Szóval, igazából így előjáróba összegzésként én azt tudom mondani erre a kerékpárra, hogy hát ilyen olcsó húsnak híg a leve, de közben még nem is annyira híg, hanem egy picikét már azért sűrű az, tehát azért van benne tápanyag, mert amúgy szerintem élhető cucc ez.
Persze, még egyszer mondom, felhasználási mód függő. Tehát, hogyha te ezt arra veszed meg, hogy akkor végig ilyen lankákon, meg hegyeken, völgyeken keresztül csapassál vele, akkor lehet, hogy sokkal hamarabb fog amortizálódni, sőt, biztos is. Anyaghasználatra egyébként nekem speciál nincsen panaszom, tehát a váz az szerintem tök jó anyag, tehát alumínium ugye az egész. Az ülés számomra baromira kényelmes, én meg is lepődtem rajta, hallottam olyan híreket, vagy olyan véleményt is, hogy baromira kemény az ülés, elvileg a kisebben, nem tudom, lehet, hogy azon keményebb vagy, én nem tudom, simán lehet. Nem hiszem, hogy más ülés van rajta, de számomra baromira kényelmes, és talán ez például egy kulcsfont volt, mert nekem valamiért, én nem tudom miért, de van egy olyan hülye dolgom, hogyha én kerékpárra ülök, akkor pont úgy ülök, hogy itt nagyon elzsibbad nekem minden, és nagyon kellemetlen. Tehát, hogy gyakorlatilag így az ágyékom, az teljesen elzsibbad. És annál ijesztőbb érzés nincs a világon. Tehát ezt egy konditeremben tapasztaltam meg először, és ott nekem így hidegrázással volt összekötve az agyamban a kerékpározás gondolata. De itt, ezen a biciklin egyszer nem tapasztaltam még ilyet, még akkor is nem, hogyha tekerem, mert azért szoktam tekerni is, tehát azért nem mindig vagyok ilyen fullusta, gyolt, és aztán bam, megyünk. Síkterepnek elmegy szerintem. Szóval, ötösön van a cucc, és akkor megnézzük, hogy hogy indul el, ugye most így elkezdem. Most még ugye nem segít rá. És ahogy így tekerem, hallatszik, szépen megkezdi. És akkor így felszállásmód, de még ilyen lószartekerésnél is. És ilyenkor így elengedi. És ugye gázkar. Szóval megy! Azért megy! Szokásosan gyors izével, gyors csappal, vagy nem is tudom, bilincsel állítható a magassága a, ja Istenem, az ülésnek. És hát nyilvánvalóan minden ugyanolyan, mint egy normál kerékpáron, egyéb iránt. Itt tudod állítani ugye a keménységét a rugónak. Nekem most full nyitva van, de hát kb. Lószart se ér. Váltani nem nagyon váltok vele, mert hát oké, szoktam tekergetni, de ugye általában úgy indulok el, hogy azért bekapcsolom a cuccot. Ha már van rajta, akkor miért ne használnám, ugye? És azt szoktam csinálni, hogy rásegítéssel indulok el, ami amúgy nagyon jó, mert akkor ebből fokadóan én legalábbis úgy csinálom, hogy nem is szoktam váltani, fel van csapva relatíve a legmagasabb, vagy legnehezebb fokozatra, vagy leggyorsabb fokozatra, nem is tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni. És akkor utána ugye szépen majd ő besegít, hogyha tekerek, és akkor utána esetleg rányomok egy kis kart, és akkor meg olyan sebességgel van a bicikli, akkor már tök jól lehet vele tekergetni. Úgyhogy ja, srácok, ez lett volna az Elglide M1 Plus gyors bemutatón. Hogyha esetleg úgy alakul, hogy többet kezdem el használni, nagyobb távokra, stb., akkor lesz majd egy ilyen újabb videó, hogy milyen tapasztalataim vannak majd hosszú távon. De mondom, igazából nagyon tervben nincsen az, hogy én ezzel nagyobb távokat menjek. Nem is azért, mert amúgy nem kényelmes, tehát hogy tényleg így aszfaltos, vagy ilyen normális úton, nagyon kényelmesen használható. Tehát nem kezd el fájni a seggem rajta, meg semmi ilyesmi. Egyszerűen csak úgy valahogy így terepre nem jó. Én leginkább ilyen helyekre vittem volna, vagy ilyen helyekre mentem volna, ilyen köves, ilyen füves, mit tudom én, ilyen jellegű helyeken, erdőbe esetleg. De így a mai teszt, hogy kimentem oda, azért erősen meggyőzött arról, hogy erre én nekem nincs szükségem. Úgyhogy, ja, srácok, városi közlekedőnek szerintem tökéletes, falusi közlekedőnek még tökéletesebb, és azon is gondolkoztam még, hogy amúgy egy ilyen, mondjuk akár Budapestre, vagy valami nagyobb városba volt futároknak, szerintem nagyon komoly kis deal. Legalábbis én valószínűleg ezt használnám, de nyilvánvalóan nem vagyok sportember, bőven nem vagyok sportember, úgyhogy ezt is vegyétek számításba. Remélem, hogy élveztétek a videót, srácok, leírásban ott lesz a link az Elglide M1 Plushoz, nézzétek meg, gondolkozzatok el rajta, hogy nektek ez így belefér-e, nektek ez így jó-e, nem túl kompromisszumos-e, látom azt, hogy valakinek nem fog bejönni, vagy nem annyira jó, nyilván én megkaptam, és meg is tarthatom, tehát nekem ez a dílem az egészből, nyilván ez egy picit így megszépíti, de azért igyekeztem minél objektívebben tekinteni rá, hogy azért vannak hibái, mondom én az alkatrészekhez nem annyira értek, hogy melyik milyen minőségű, meg melyik milyen modern, meg stb. Nem tudom, nem láttam még a Decathlonos kerékpárokat sem, nem is nagyon van összehasonlítási alapom egy másik fajta elektromos kerékpárhoz sem, ez az első, amin én valaha is ültem, úgyhogy ezeket mind vegyétek számításba, tehát ez nem egy olyan bemutató, hogy most akkor ez a tuti, és akkor ez így minden igaz, amit elmondtam, meg minden úgy van, ahogy én mondom. Az adatokat, azokat mondom, a gyártó weboldaláról néztem meg tapasztalatból is ugye láttam, hogy mi hogy működik, de
Mondom, leírásban ott lesz a linkot, meg tudjátok nézni, sokkal több minden információ elérhető is lesz. Köszönöm a figyelmet, srácok! Sziasztok, jöhet az out! Ró! Remélem, hogy élveztétek a videót, srácok! Nagyon szépen köszönöm, hogy megtekintettétek! Leírásban egy csomó link megtalálható lesz. Sziasztok!